Ez a Sas utcai mélygarázs, amely körülbelül nettó 4,5 milliárd forint összegből épül. 2022. májusában adtunk munkaterületet, és itt a belváros szívében, a Kis Orbán ház öblében épül meg ez az új mélygarázs, amely a városközpont szempontjából rendkívül nagy jelentőséggel bír. Amikor a Zöldváros program keretében a Dósan Ádor teret átalakítottuk, akkor ugye az azzal járt, hogy megszűntek az ottani parkolóhelyek. Az valamivel kevesebb, mint 200 parkolóhely volt, ami itt a környéken az átalakítás a Dósan Ádor tér és a Csapó utca kapcsán megszűnt, és most pedig egy 207 férőhelyes, négyszintes, de valójában 7 félszintből álló négyszintes mélygarázs jön létre. A mélygarázs összalapterülete 7000 négyzetméter, tehát egy nagyon nagy komplexum. Elkészült az utolsó födémelem is, és gyakorlatilag a mélygarázs most már abszolút szerkezetkész állapotban van, és a garázson belül pedig zajlanak már a belső munkálatok, amely az elektromos szerelésekből, belső közműek, gépészeti részek kialakításából áll. Ugye említettem, 207 férőhelyes a garázs. A garázson belül lesznek elektromos autók töltésére alkalmas parkolóhelyek is. Összességében 21 dupla töltőre van kialakítva a rendszer, tehát 21 dupla töltő elhelyezésére alkalmas parkolási pont alakul ki, de most az első körben 10 dupla töltő kerül majd felhelyezésre, tehát magyarul 20 elektromos autó parkolhat majd és töltheti az akkumulátorokat itt ebben a mélygarázsban is. Az év végére ennek a parkolóháznak el kell készülnie. A szerződés szerint ugye megindul majd a használatbevételi engedélyezési eljárása, és ez azt jelenti, hogy jövő év elején, januárjában, január végén tudja majd a város parkolást akaró közönsége birtokba venni ezt a mélygarázst is. Gyakorlatilag ez nagy szolgáltatást tesz majd a környékbeli üzletek elérhetősége szempontjából is, meg nyilván, hogyha majd az önkormányzat visszaköltözik, a polgármesteri hivatal visszaköltözik az épületbe, ami szintén az év végével kezdődik meg, jövő év elején, és az év közepéig tart majd fokozatosan, akkor nyilvánvalóan az ügyfélforgalom szempontjából is komoly jelentőséggel bír ennek a nagy kapacitású parkolóháznak a megépítése. Örülök annak, hogy minden nehézség ellenére, tehát az elmúlt években ugye volt bőven belőle a világjárvány, energiaválság, áremelkedések, infláció, de ez egyáltalán nem torpantotta meg a város beruházási kedvét és programját. Mindent, amit ígértünk 2019-ben, azt meg is valósítunk ennek a ciklusnak a végéig. Többek között elkészül ez az új nagy kapacitású mélygarázs is néhány héten belül.